A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Sok szeretettel köszöntöm a Kezdőkör minden kedves nézőjét és hallgatóját a mai adásunknak, amelyben szokás szerint a hétvégén, illetve az elmúlt egy hétben történt részben fehérvári, részben magyar vonatkozású sporteseményeire reflektálunk. Tulajdonképpen az lehetne a vezérfonala vagy a mottoja, hogy hogyan viseljünk és hogyan kezeljünk nagy vereségeket, amelyek esetleg egyfajta túlzó elvárással is szembesítik a szurkolót meg az érintetteket. Megvan ennek a nagyon különleges lélektana, szerintem a sportpszichológiában akár külön doktorit lehetne írni arról, hogy valóban hogy kell feldolgozni azt, amikor az ember hirtelen a realitás talajára érkezik, esetleg onnan, ahol korábban lebegett. És ezt most megtapasztalhatta két olyan csapat is, amelynek nagyon szurkolunk itt Székesfehérváron is természetesen. Az egyik a Bajnokok Ligájában érdekelt Hidrofehérvár AV 19, amelynek azt gondolom azért a reálishoz közeli elvárásokkal mentek neki a szurkolók is, a csapat is a BL-nek. A másik pedig a magyar labdarúgó válogatott, ahol talán jobban hiány voltunk ennek a realitás érzéknek, de elég kihozanító módon hozták aztán a tudomásunkra, hogy valójában mondjuk egy német válogatotthoz képest hol van a helyünk. Úgyhogy ezekről a témákról is fogunk beszélgetni a mai adásban. Vendégeink a stúdióban Juhász László, a Videóton Baráti Kör Egyesület elnöke, önkormányzati képviselő. Szia Laci, köszönöm, hogy bejöttél, nagyon szépen felöltöztél az adás napján, ugye játsszák majd a magyar-bosnyák VB, illetve nem VB, Nemzetek Ligája csoportmérkőzést, úgyhogy már erre is készül nyilván Laci, Farkas Szilárd kollégám, a Média Centrum szerkesztője, és Gál Péter Pál, aki a Hidrofehérvár SC elnöke, a Hokisok képviseletében természetesen. Nagyon köszönöm, hogy itt vagy, annál is inkább, mert azért ezek olyan sűrű napok, amik nem csak a játékosoknak, hanem nyilván a vezetőknek is adnak bőven feladatot. Úgyhogy javaslom, hogy kezdjük is a jégkoronggal, ha már Peti itt van velünk, mert hát mindenki nagyon-nagyon várt a részben azért, mert ugye az új arénában tényleg most már nagyon-nagyon rangos és fontos tétmeccsek jönnek. Másrészt, mert azért a Bajnokok Ligájába szerepelni még mindig nem az a kategória, amit megszokhattunk. Nagy kiváltság és nagy öröm természetesen. És hát amit mondtam a bevezetőben, annak a függvényében, vagy annak a fényében nem tudom, hogy hogyan értékeled azt, hogy valójában ugye egy 7-0-ás vereség az első meccsen a Pardubice otthonában, erre nyugodtan mondhatjuk, hogy itt azért találkoztunk valóban a valósággal. Utána viszont egy szintén nem gyenge ellenféllel szemben egy 5-2-es vereség, amelynek ugye az utolsó harmadát még fehérvári előnnyel kezdtük Prágában, és az utolsó gól üres kapura esett, tehát tulajdonképpen egy ilyen szűk két gól volt tulajdonképpen a csapatok között. Úgyhogy már az is felmerül, hogy ilyen rövid idő alatt fel lehet-e dolgozni azt, hogy az ember találkozik a jóval erősebben meg a reálissal, mert mondjuk ez a magyar válogatottnál is fontos kérdés lesz, hogy a 5-0-ás németországi vereség után mondjuk Bosznia ellen a Puskás arénában hogy sikerül javítani? Ha kérdés engem, illetve első megválaszolásra, akkor igen, szerintem fel lehet dolgozni, fel is kell tudnunk dolgozni. Azért most, ha csak a hokit nézzük és a mi csapatunkat a Bajnokok Ligájában, igazából akkora meglepetés nem ért minket azzal, hogy egy olyan cseh csapat, amely még a cseh hoki világon belül is egy kiemelten megerősített alakulatnak számít, és abszolút bajnok esélyesnek egy cseh ligában, ahonnan azért olyan játékosok kerülnek ki, akikkel idén megnyerték a világbajnokságot a hazai rendezésben. Szóval akkora meglepetés nem ért, azt azért tudni kell, hogy ha már futball a másik ága ennek az első körös beszélgetésnek, hogy a hokiban egy 7-0-ás vereség, az azért a futball világából egy olyan én azt mondom, hogy a 3-0-ás vereséggel is felérhet akár. A meccs összképét nézve egyébként teljesen megérdemelten kaptunk ki Pardubicében. Ott a mérkőzés első
nagyjából 20. másodpercében a sorsunk eldőlt akkor, amikor az egyik védőnknek egy rossz ütemű megmozdulását 5 perc és végleges kiállítással büntettek. A cseh csapat, amely amúgy is gyakorlatilag szinte minden poszton klasszisokat vonultat fel, ezt el is, abban a következő 3 percben ezt a mérkőzést el is rendezte. Utána mi is tudtuk, hol a helyünk, a csehek pedig tudták, hogy ebből már baj nem lehet, és ez a mérkőzés még pár gól a részükről elejtett néhány góllal, aztán le is zajlott. Én azt mondom, hogy sokkal közelebb áll a valósághoz az, amit aztán utána a másik mérkőzésen Prágában egy szintén csehél csapat ellen tudtak mutatni a fiúk, hogy mi történik akkor, hogyha az elején föl tudjuk venni a kesztyűt és bele tudunk állni egy mérkőzésbe. Egyébként szerintem egy kicsit átvetítve a nemzeti 11-ünkre, én azt várom, hogy ez fog történni egyébként a magyar válogatottal is. Ott sem történt tragédia. Ahogy nem reális azt gondolni, hogy mondjuk annó korábban egy angliai 0-4-jel mi aztán most megérkeztünk, és akkor ez most már mutatja a világ foci térképét. Úgy nem biztos, hogy ez az 5-0 is azt mutatja, hogy mennyi van a német és a magyar csapat között. Úgy értem, hogy akkor azon a napon annyi volt, de összességében mondjuk ez a sok csapat kicsit hokira. A hoki mitenre lejátszan a 7 mérkőzést, akkor véletlenül nem 5-0 körül eredményekkel zárulnának azon a mérkőzések. Nyilván ott is a szakmai vezetés és a játékosok összeülve ezt meg tudják beszélni, meg is fogják beszélni. Nagyon sokat lehet egyébként tanulni visszakanyarodva a kérdés magjához. Én mindig azt szoktam mondani egyébként, hogy egy vereségből, egy pofonból, egy jó szakmai stáb és egy jó csapat többet tanul, mint 3 könnyű győzelemből. 3 könnyű győzelem tévutakra tud vinni, például arra, hogy utána pedig megkapod a pofonokat. Talán annyi a különbség a kettő között, még lehet, hogy ismétlem magam, hogy a hokiban nyilvánvalóan mi talán jobban tudjuk, hogy honnan érkeztünk és hova tartunk, és egy ilyen sorozatban hol is a helyünk. A magyar labdarúgó válogatott jogosan egyébként az elmúlt évek szereplése alapján, jogosan már nagyobb önbizalommal neki ma már a legnagyobb kihívásoknak is. Pedig én azt mondom, hogy ő hozzánk képest, ők is most értek el egy olyan szintre, hogy nem volt természetes, hogy a magyar labdarúgó válogatott mondjuk a nemzeti ligájában az A csoportban alapjogon szerepel, és az A csoportban a legrangosabb európai ellenfelekkel méri össze magát egy újabb kvalifikációkért. Tehát én összességében azt mondom, hogy mi fel tudtuk dolgozni, hál' Istennek, szerintem a második mérkőzésünk meg is mutatta, és ugye a héten már itthon csütörtökön és szombaton hazai égen fogunk pályára lépni svéd és svájci ellenfelekkel, tehát azért a hazai ellenfelek népsora ugyanolyan veretes, mint azoké, ahol voltunk, hiszen a svájci és a svéd hokit sem kell bemutatni a sportszeretőknek. Ott ugyanaz lesz a feladatunk, hogy megpróbáljuk méltó ellenfelei lenni a legrangosabb európai klubcsapatoknak, akik hozzánk ellátogatnak. A vállalatot meg gondolom ki fog tenni magáira a bosnyákok ellen, és én nagyon drukkolok nekik, hogy egy győzelemmel billentsék egy kicsit helyre az egójukat és a renoméinkat. Hát nyilván majd ezt jövő heti adásban már fogunk tudni erről akkor múlt időben beszélni. Nagyon nehéz ez, egy kicsit itt az adás előtt néhány mondatot váltottunk, és nekem akkor is az volt az érzésem, hogy mindig utólag jövünk rá, hogy mi a realitás. Lehet, hogy egyébként nyilván a vezető meg a játékos is amúgy tisztában van ezzel. A szurkoló már más kérdés, és ez egy másik rétege a dolognak, de hogy utólag mindig azt mondjuk, hogy persze, hát nincs ebben semmi szégyelnivaló, a német válogatott ennyivel jobb, egyébként valóban egy játékosa többet ér kis túlzással, mint mondjuk Szoboszlain kívül az egész magyar válogatott. Mégis vannak ezek az elvárások, és nem tudom, hogy ti például hogy vártátok ezt a németországi mérkőzést. Ugye Szoboszlai Dominik, most utólag láttam az interjút vele, elmondta, hogy hát bizony azért már az EB előtt az a 14 mérkőzéses veretlenségi sorozat az azért sokakkal elhitette, és a csapaton belül is, hogy mi azért többre vagyunk hivatottak annál, mint ami talán valóban a realitás. Történt egy EB, ezt is megmagyaráztuk utólag, nem rajtunk múlt, tulajdonképpen tovább juthattunk volna, volt egy kis katarzisunk, és akkor most kezdődött egy új sorozat. Tehát hogy most hogy vagytok ti valójában ezekkel az elvárásokkal, amikor pályára lép a magyar válogatott? Hát személy szerint én azt gondolom, hogy örökt optimista vagyok, de egyetértek ezzel, hogy a realitások talajáról ugye hajlamosak vagyunk elrugaszkodni, és az elmúlt időszak, ahogy te is felvázoltad, a 14 meccses veretlenségi sorozat, vagy előbb itt beszélgetésben, hogy a Péter is említette ezt a 4-0-ás angliai győzelmünket, hogy azért voltak olyan dolgok, amik egyáltalán
egyértelműen jobbra hivatottra prezentálták a csapatot, ezt érezhettük mindenképpen, de ha már Németországról beszélünk, hát a Németországgal is szoros meccseket játszottunk az elmúlt időszakban, hiszen x-eltünk, vertük őket. De rögtön hozzá is teszem, az nem ez a német válogatott volt, ami most. Én szerintem most egy pár év ilyen úttévesztés után ezek a németek nagyon-nagyon elkezdik megtalálni az utat, és én azon valós VB-s komoly esélyekkel, komoly eredményeket várhatunk majd a németektől a VB-n, hogyha ezen az úton mennek tovább. Egy elképesztően jó válogatottat láthattunk, teljesen más válogatott. A mi esetünkben pedig ugye a taktikai váltást Rossi mester miért pont ezen a meccsen tette meg, ez egy érdekes, de tény, hogy az a 14-es meccses feretlenségünket, vagy az azt megelőző sikeres időszakot mondhatnánk az elmúlt 6 évet szinte, gyakorlatilag mi egy viszonylag egy defenzív, egy védekező, kontrázós játékkal hoztuk az eredményeket. Ebben mindig benne van valahol a szerencse is, tehát hogy azért, hogyha ennyiszer nyomás alatt vagy, és mindig megúszod, és mindig meghozod, és mégis tudsz eredményt elérni. Hát én magam is focizok, ezt tudom, amikor egy, és nem voltunk olyan veretesek, mert az öregfiúk bajnokságban, de amikor egy élovas ellen mentünk, hát akkor mi is beálltunk inkább süddisznóba 5-4-1-be, és azt mondtuk, hogy ne sokat kapjunk, aztán majd lesz, ami lesz, mert ha nem kapunk gólt, és találunk egyet, lehet pont, de hogyha kitámadunk, akkor végünk van. Hát most pont ez történt Németországban, hogy tudatosan Rossz megpróbált egy másik taktikát, hogy menjünk neki a németeknek, hogy rosszkor, rossz időben választottuk, ez jó kérdés, én nem bántom Rosszit ezért, én azt gondolom 6 év alatt letett annyit az asztalra, és a jövőbe is nézve, hogy a VB-re készülünk, kellenek azok az újítások, amiket megpróbál lehet, hiszen hogyha de neki eredmény, pont akkor... az volt, nem az igazi erénye, és azért gondoltuk, hogy eredményesebb tud lenni sok korábbi elődjénél a válogatott kispadján, hogy valahogy ezt mindig reálisan mérte fel, hogy a magyar válogatott és most a magyar állomány az mire kalibrálható. Nem tudom, de nyilván mindenkinek csalódás volt maga az eredmény, meg talán a mérkőzés is, de mint hogyha egy kicsit úgy, ahogy az lenni szokott persze a szélsőséges reakciókban, arról azért megfeledkeztünk volna, hogy valójában azért a világ egyik legjobb csapata volt az ellenfél. Hát nem szabad megfeledkezni arról se, amit ugye Laci is pedzegetett már egy kicsit, sőt ki is mondott, hogy azért a németek nem voltak olyan jók az elmúlt években, mint ahogy azt megszoktuk tőlük, ugye német csapat válságáról is lehetett hallani. Ezt az együttest, ahogy itt a műsor előtti beszélgetésben is érintettük egy kicsit Péterrel, Nagelsmann kezdte el újra összerakni, és ő mutatta meg azt az utat, amin ezeknek a fiatal srácoknak ugye végig kell haladni, és úgy néz ki, hogy tényleg egy jó útra léptek. Miközben mi egy kicsit úgy látszik, hogy taktikai váltás ide vagy oda, most vagy a németek fejlődtek akkorát, vagy ugrottak akkorát, vagy mi nem tudtuk megugrani ezt az új taktikát. Egy kicsit olyan, mintha mi megragadtunk volna, és erről is beszéltünk, ugyanabba a foci közegbe, ugyanabba a tudásba, amiben voltunk. De ugye mindig mondjuk, hogy nem szabad, mert közben a világlabdarúgása meg elmegy mellettünk. Ugye eddig mindig puskásékkal dobáloztunk, de azzal már rég nem lehetett, mert az már sok-sok éve volt, és ugye puskásékat már mondjuk ide bármelyik csapat már leiskolázná valószínűleg a mai futballban, és ezért is fontos az, hogy folyamatosan menjünk előre, fejlődjünk, meg fogjuk látni, hogy mi következik, de én azt hiszem, hogy itt a németek voltak sokkal jobbak nálunk, talán nem a magyarok sokkal rosszabbak maguknál, csak ez, amit ők játszottak, most nem volt elég, amit a németek játszottak, az pedig sok minden elég lehet még részükről. Sok minden oka lehet. Nyilván, ha egy edző úgy gondolja, hogy azon a filozófián, ami eddig jellemezte a csapatát, és amivel sikeres volt, változtat. Én úgy érzem, hogy Rossi is, és ezt már azért az EB előtt is lehetett talán érezni, hogy próbál egy kezdeményezőbb, egy proaktívabb futballt játszatni, amiben nem csak azt várjuk, hogy meglegyen az esély egyszer elfutni, és szervezetten védekezünk. Hozzá kell tenni, hogy ugye az EB-s elejtező csoportunk ereje is lehetővé tette ezt, mert olyan csapatokkal kerültünk egy csoportba, akár Bulgáriára, Litvániára, Montenegro, de akár Szerbiára is gondolva, akikkel szemben ez megengedhető volt, talán jobban, mint aztán egy EB-n a svájciakkal vagy a németekkel szemben. Nekem inkább az volt a kérdés, hogy ha azt mondja Rossi, hogy támadjon le ez a válogatott, próbáljon az ellenfélnek a már ott a saját 16-osánál kellemetlenségeket okozni, meg emberezzünk és menjünk rájuk. Ezt egy németek ellen azért jó megjósolható volt, hogy ez nem fog sokáig működni.
De lehet, hogy úgy gondolta, hogy akkor csináljuk ezt, és majd a bosnyákok ellen jó lesz, mert a bosnyákok azért nem azt az erőt képviselik, mint a németek. Tehát lehet, hogy majd ma kapunk választ arra, hogy valójában ez a válogatott akkor most begyakorolt valamit, ami most működhet, vagy esetleg épp ellenkezőleg visszaáll valamihez a nagy pofon után, ami korábban működött. Ha szabad egy szót, talán annyit, hogy én annyiban megvédeném innen távolról a nemzeti tizedjünk szakmai stábját, hogy talán minden öltözőben és minden csapat szakmai stábjában egy adott időszakot tekintve kialakul, bár minden mérkőzés fontos, és minden tétmérkőzés fontos, de a szezont tekintve vannak klubcsapatok szintjén vannak prioritások. Nyilván eldöntött, hogy bajnoki cím, nemzetközi kupa szereplés, nemzetközi kupa megnyerése, tehát milyen célokat adott szinten ki mit képvisel, és azt gondolom a válogatottnál is történt ilyen, mondom, távról okoskodom, lehet, hogy abszolút nem így van, de én azt gondolom, hogy azért ebbe lehet valami, és azért, ha egy kicsit távolabbra tekintünk, akkor ugye én hallottam már azt, hogy futballban azért most már kimondott cél lett az, hogy a többszörös EB szereplés után végre világbajnoki szereplést is érjen el a magyar labdarúgó válogatott. Ha azt nézzük, akkor mondjuk Rossi mester egyébként eljött az ideje annak, hogy legyen a taktikai variációs tárban még egy támadó taktikája is mondjuk egy adott magyar válogatottnak, mikor próbálja ki, ha nem mondjuk ebben a sorozatban. Hát még ennek a sorozatok, hogy a VB-selejtező kalapbeosztása szempontjából van jelentősége, tehát az a Nemzetek Ligája azon kívül, hogy önmagában is tét, bár nyilván nincs olyan presztízse, mint egy Európa-bajnokságnak, pláne világbajnokságnak, de ez a jelentősége kétségkívül meg, vagy egyrészt jó lenne benn maradni az elitben, másrészt az itteni eredmények rangsorolják a csapatot, hogy honnan sorsolják a világbajnokságra, úgyhogy azért van ennek nyilván ilyen kockázata is. Hát érdekes lesz nagyon, mert azért a német mellett ugye van egy holland válogatott is a csoportunkban, amely lehet, hogy nem olyan erős, mint a németek, de sokkal biztos nem gyengébb, meg hát az egyéni kvalitásokat ott se kell bemutatni, úgyhogy ez egy szép feladat vár most Marco Rossira is a csapatra, hogy hát önbizalomban, mentálisan és hát természetesen a játék részleteit tekintve is kitalálja, hogy hogyan kell nekünk neki menni ennek a további néhány mérkőzésnek itt a Nemzetek Ligájában. Mindenképp nehéz ez a csoport, ahogy veszem, meg a VB-selejtező miatt is fontos lenne, az első két hely, ugye az első helyet az kapásból lassan mondhatjuk, azt engedhetjük el, de a német meccsből is megint kiindulva, hogyha a Péterrel egyetért az, hogy a próbálkozások, ha most reálisak akarunk lenni, akkor kint Németország, vagy Németország-Magyarország, akkor ahogy szokták mondani, országos egyes. Tehát igazából ott maga a végeredmény tekintetében, hogy hány gól volt, ez egy roppant fájó, ami lett persze, de az élet megy tovább, és az a meccs nem az a meccs volt, amit be kellett hoznunk. A bosnyák ma este nem sokára akkor az egy kulcskérdés, hogy hozzuk azt a mérkőzést, mert jelen helyzetben az egy abszolút lelkileg, pszichológilag és minden tekintetben egy nagyon fontos mérkőzés, és nagyon fájó, hozzáteszem rögtön, már a németországi meccs előtt láttam azt a tendenciát, ami az elmúlt két évben teljesen ellentétes volt, hogy az interneten már a bosnyák meccsre lehetett jegyet venni, árulták, hivatalosan is, nem hivatalosan is, még az elmúlt két évben mindig csak gyakorlatilag vadászni kellett a magyar válogatott meccsre. Úgyhogy azt is roppantú sajnálom, hogy a már a német meccsről, hogy az EB után egy nagy hype az ugye kicsit valahogy visszaesett, és akkor a közhangulat az mint hogyha nem olyan emelkedett lenne, mint az EB előtt. És ez is kell nagyon a bosnyák meccs, hogy hozzuk be azt a bosnyák meccset, és mutassuk meg, hogy itt igen, a Puskásban minden meccsen gyakorlatilag teltház van, hiszen egy csodálatos aréna és csodálatos hangulat van a magyar válogatott meccseken. Igen, ezt akartam még egy kicsit mondani én is, hogy olyan ez az egész Nemzetek Ligája, és az első mérkőzés előtt szerintem is olyan volt a hangulat, mint hogy beköszönt az ősz, és akkor elkezdődik egy új szezon a magyar válogatott számára, kicsit még úgy mi is úgy szokjuk, hogy megint pályára lépnek a fiúk, és nem tudom, hogy bennük volt, nyilván bennük nem lehet, mivel profi sportolók, és ugye a bajnokságok már elkezdődtek, de az EB után mégiscsak ez volt az első éles megmérettetése a srácoknak, de tényleg az volt, mintha elindult volna egy új szezon, és még nem találtuk meg magunkat, ami egyébként nem jó. Hát a közönség, nem tudom, érdeklődésére, vagy amire Laci céloz, hogy most éppen hosszú idő után megint lehet kapni jegyeket a meccsre. Ebben nyilván azért egyrészt benne lehet az is, hogy egy nyár után vagyunk, ilyenkor mindig kicsit azért kiköltekeztek az emberek, kevésbé tudnak mindenre
mindenre fordítani, másrészt valóban, hogy azért Bosznia-Hercegovina jön, nyilván nem a németek, azért, hogyha most a németekkel vagy a hollandokkal játszanánk, szerintem ugyanúgy nem lenne már jegy talán még a fekete piacon sem. És hát valóban lehet, hogy egy kicsit a bizalmat is újra kell, fel kell építeni, mert ugye tényleg voltak, akik nagyon-nagyon sokat váltak ettől a válogatottól az Európa-bajnokságon, és itt térhetünk vissza akkor az elején említett elvárások kontra realitás történetre. De akkor zárjuk is le ezt a magyar foci válogatott szállat. Nyilván mindannyian nagyon szurkolunk, hogy sikerüljön a csapatnak javítania és feljebb lépnie, meg annak is, hogy előbb-utóbb majd fehérvári játékos is legyen újra a válogatottban, aminek most éppen nem tűnik úgy, hogy realitása van, de majd erről beszélünk akkor a Vidi kapcsán. Viszont térjünk vissza a hokihoz, és ami engem érdekel, az, hogy egy játékos hogy megy bele egy ilyen helyzetbe, egy ilyen meccsbe, mert amikor nyilván interjút adnak és nyilatkoznak mondjuk egy Bajnokok Ligája előtt, elmondják, hogy persze tudjuk, hogy erősebb az ellenfél, de hát azért nehéz elképzelni, hogy egy sportoló úgy menjen fel a pályára, hogy hát én itt marha nagy pofont fogok kapni, legyünk túl rajta, és biztos vereség a vége. Szóval ez is egy érdekes lélektani helyzet, hogy ezzel szembesülni akár a 20. másodpercben, ahogy mondtad Pardubicében, hogy ez egy másik kávéház, az milyen lehet, és milyen reakciókat vált ki a csapatból. Hát azt mondom erre, hogy a játékosok velük beszélgetve, és most már jó ideje azért így klubvezetőként egy kicsit részben köztük is éve, vagy több időt köztük eltöltve, hogy az abszolút nem jellemző hoki van a játékosokra, hogy ilyen önfeladó módon állnának bele, akár egy Bajnokok Ligája meccsbe is. Ők ugyanazzal a szent meggyőződéssel mennek föl erre a meccsre is egyébként, mint mondjuk az Ice Age-el bajnoki sorozatban a mérkőzéseinkre. Lehet egyébként, hogy az, de ez már játékosa válogatja szerintem, hiszen mások vagyunk mentálisan és lélekben, mi magunk is és a játékosaink is, hogy mondjuk a feldolgozásban segít az, hogy van olyan játékos, aki azt mondja, hogy igen, ez a valóság, ez ma kijött, ezzel nincsen semmi gond, megyünk tovább, és a következő mérkőzésen úgy megyünk, azt pedig mi fogjuk megnyerni. Vagy esetleg valakit ez a mondjuk szembeötlő különbség egy mérkőzés végére letargiába döntene, ilyennel én nem találkoztam. Csak ismétlem magam az előzőek során is említettem, hogy nekünk rögtön két nap után volt egy másik mérkőzésünk, ugyanúgy egy csapat ellen, ugye Prágában, a 20-es, majdnem 20-es Sok-2 arénában, ahol a másik harmad végén, ahogy te is említetted, mi még 2-1-re vezettünk, és a harmadik harmadban egy bírói ítéletek által kialakult két teljes perces 5-3 elleni küzdelemben fordította meg a hazai csapat 3-2-re azt a mérkőzést, amit aztán 2-1-es kapus góllal fejeltek meg, tehát igazából még a meccs 58. percében is egy gólos hátrányban voltunk egy cseh csapat ellen az ő hazai pályáján, tehát a fiúk nagyon jól reagálták le. Tehát ebből a szempontból én az idei szezonra is nyugodt lehetek, azt hiszem, mondjuk sportvezetőként, hogy az idei szezonban is az öltözőnkben, a fejekben ebben a szempontban semmi probléma nem lesz. Ha jön egy pofon, megrázod magad, tanulsz belőle, fölállsz, és a következő ellenfelednek akarod átharapni a torkát, hogy te is megmutasd, hogy te se azért vagy ebben a sorozatban, vagy játszol ezen a szinten, mert valahol ajándékba kaptad, hanem megdolgoztál itt az előző időszakban. Szóval ebben a szempontból én bízom a játékosokban, és úgy érzem, hogy jól is reagálták le, és ahogy mondtam, pont ezt kívánom ma estére egyébként a magyar válogatottnak a bosnyákok ellen. És akkor ugye nagy kérdés, hogy a közönség is, hát hogy úgy mondjam, tanul-e a csapattól ebben a kérdésben, mert azért azt tudjuk, hogy teljesen külön kell kezelni azt, hogy egy sportoló hogy áll bele egy ilyen helyzetben, mennyire látja a realitást, milyen reakciókat vár ki belőle, meg a közönség, amelynek a kritikus része gyakorlatilag egy edzőmérkőzés után is hajlamos azért temetni. De a hokisok esetében is volt ugye a nyáron olyan edzőmeccs, ami rosszul sikerült, aztán volt a Nyitra elleni, ami szintén nem sikerült túl jól, ráadásul már itthon ugye az új arénában, és hát bizony olvastam azért olyan észrevételeket, amelyek ekkor már az egész szezonra kongatták a vészharangot, milyen légiósainkban, hogy igazoltuk, ki ment el, ki jött, ki nem jött, ki kellene még, tehát tudjuk, hogy ez van. Mennyire könnyű szurkolóként józannak maradni szerintetek akkor, amikor egy csapat, nyilván senki nem szeretné jobban, mint a szurkoló, hogy jó legyen a csapat, csak hát ez egy olyan felfokozott érzelmi állapot, amiben nyilván a csalódás meg még erősebbnek tűnik.
Nem könnyű szerintem, de ha fehérvári vagy magyar válogatott vonatkozást nézem, szerintem a Volán esetében is mondhatom, de a Vidi esetében is egyértelmű, és ez van a válogatott, ami a kifejezettel a szurkolótábor, ahol itt a stadion hangulata elindul, vagy a csarnok hangulata elindul, szerintem elég reális és pozitív szurkolókkal vagyunk körülvéve, és azt gondolom, hogy mindenki tisztában a realitásokkal, valósággal, és a pozitív szemlélet van. Tehát, hogyha ha most nézem a mai válogatott mérkőzést, ami jön, egészen biztos vagyok benne, hogy ott szurkolás lesz, hogy ott pozitív légkör lesz. Aki oda kimegy, kimegy ebbe a helyzetbe is, az azért ezzel a felfogással megy ki a többség. Ha van esetleg egy olyan szűk kisebbség, aki negatív, szerintem ott még le is, hogy mondják szépen, hurrognák, vagy nem szépen, lehurrognák, hogyha valaki hát, az érdekel, hogy a Peti nem, te mennyire tartasz a Volán szurkolóktól, akik azért tudnak kritikusak lenni. Igen, én itt egy dologra hívnám fel a figyelmet, itt már a 2024-ben vagy a 24. században, hogy válaszuk ketté a szurkolókat, akikről Laci beszélt egyébként minden csapat tekintetében, és legyen egy másik kérdés, az úgynevezett komment szekció. A közösségi médiában megjelenő kritikus, ott nagyon könnyen, ahogy te is mondtad, akár egy edzőmérkőzés veresége után megjelennek az abszolút kritikus hangok, akik már előrevetítik, hogy a bajnokságban itt aztán most felmosorony lesz a csapat. Ez nem ugyanaz. Ezt én állítom, hogy ez nem ugyanaz. Én a szurkolóinkkal ugye nagyon sokat beszélgetek, nagyon sokukat ismerem, ismerjük egymást. Bennük azt látom, hogy ahogy a Laci mondta a válogatottnál is, meg mondjuk a viditábor tekintetében, hogy azért a massza, a döntő tömeg az azért a realitást találjáról próbálja elfogadni az eredményeket, vagy a való sikerült történéseket. Ami szerintem ezeknél a szurkolóknál számít, az, hogy azt lássa, hogy az ő csapata, a mi csapatunk, mindent megtett, mindent kitett a jégre, vagy mondjuk ő mindent kitett a pályára, azért, hogy az az adott meccs jól sikerüljön, és nem sikerült jól, mert az ellenfél jobb volt, az ellenfél esetleg szerencsésebb volt, ilyen meccsek is vannak, nem jött össze azon a mérkőzésen semmi, de látod az akaratot, az alázatot, a küzdésre való hajlamot, és akkor az igazi szurkoló ezt el fogja fogadni. A komment huszár akkor sem fogja elfogadni természetesen. Az a kérdés, de az nem szabad, az annak úgy, ha egyáltalán olvasod, én valahogy olvasom, valahogy nem, ez időszakonként változik. Hát Markon azt olvassam, hogy nem. Én fel tudom vállalni, hogy olvasom egyébként, mert engem, tehát engem lelkileg nem csap meg az a sok idiotizmus, amit néha az ember ilyen téren olvas, most nem csak a hokira, hanem minden sportágra kivetítve. Ezt nagyon gyorsan le kell tudni magadról pörgetni, a valósággal kell foglalkozni. Hinni kell abban, amit csinálsz, ha tudod, hogy a csapatod jól dolgozik, a stáb jól dolgozik, mert te olyan közegben, hogy rálátsz erre is, akkor bízni kell magadban és a közegedben, és az igazi szurkolókkal is könnyű megbeszélni. Mondom, amit inkább nem fogadnak el, az egy hosszantartó rossorozat, és ha azt látják, hogy abban nem történik semmi, hogy nem nyúl bele a szakmai stáb egy rossorozatba, hogy hagyja a klub folyja a dolgokat, igen. De vagy igazuk is van. Hát milyen klub az, és milyen szakmai vezetés az, aminek nincs válasza mondjuk egy sorozatra. A melletted jobbról ülő úriember tudna erről mesélni, mint a Manchester United szurkolója. Itt be akartam hozni, hogy mennyi idő telik el, amíg a legfanatikusabb szurkoló is, tehát mennyi idő telik el, amikor a legfanatikusabb szurkoló is egy világszinten is sikeres egyesület esetében teljesen a reményét veszti. Egyébként gondolkodtam, mert akartam kérni lassan a szót, bocsáss meg, hogy a United-dal kezdjek el, vagy Szoboszlainak egy bizonyos modatával, de ha már behoztad, akkor kezdek a United-dal. Én szörnyen csalódott vagyok nyilván a Manchester United miatt. Egy olyan 10 éve. Egy olyan 10 éve, hát Ferguson óta nyilvánvalóan, és ne menjünk bele, de hát nem volt előkészítve az ő távozása, de ez már régi sztori. Viszont nem hozza Ten Hag sem rosszabb számokat sokkal, sőt egyáltalán nem, mert éppen most volt egy kimutatás, amit olvastam az előző, nem is tudom, meddig mentünk vissza, még visszamentünk, nincsenek rosszabb számok azóta, de rossz nézni a csapat játékát, rossz nézni azt, amikor olyan emberek játszanak a csapatba, akik valamilyen szinten nevetség tárgyává váltak, és ezáltal a csapatot is nevetség tárgyává tudják tenni, gondolok itt Maguire-re, most már gondolok itt Ten Hagra is tulajdonképpen, és most már ugye azt mondják, hogy persze a bizalom megvan Ten Hag irányába, de hogyha novemberig nem lesz változás, akkor el fog menni. Én már az egyik barátommal éppen arról beszéltem, hogy nem fogok addig meccset nézni,
De hogyha tudnám, hogyha novemberben elmegy a tehág, akkor néznék meccset, mert akkor egy hattyúdat az ügyen nézegetnék, hogy na, szóval mit tudnék kihozni. Anélkül, hogy tényleg a Manchester United problémáinak vagy problémáit tennék az adás témájával, ez csak arra volt modell, hogy amiről ugye Gál Péter beszél, hogyha látja a szurkoló a szándékot, az akaratot, és egy koncepciót, akkor nyilván ez egy-egy rosszabbul sikerült mérkőzést meg tud bocsájtani. Pláne, hogyha mondjuk a realitáshoz van közel az, hogy akár 7 góllal kikapsz. A hiba tényleg ott kezdődik, amikor azt látja, és ott kezd már a kommentelőknek igazuk lenni, mert azért például egy Manchester United kapcsán millió számra születnek naponta gyakorlatilag a kommentek, de ott már kezd igazuk lenni, amikor azt látják, hogy a világ pénzével sem tud valaki úgy gazdálkodni, hogy az méltó legyen mondjuk a klub hagyományaihoz, és ez ugye megjelenik a játékban, az edzőben, mindenkiben. Már nem United-otok, hanem akkor átmegyek egy kicsit arra a dologra, ami nekem egy kicsit most így megragadt, hogy Szoboszlai állítólag mondott egy olyat, hogy majd most meglátjuk, hogy ki áll mellettünk. Kik állnak mellettünk. Ugye én amikor ezt olvastam, nyilván csak egy poszt volt, hogy Szoboszlai ezt mondta, megmondom őszintén, nem is néztem utána, hogy tényleg mondott ilyet, de ez nagyon rossz kommunikáció annak is, aki kirakja, annak is, aki mondja, mert nyilvánvalóan nem egy mérkőzés fog meghatározni egy egész csapatot, mert meg egy csapatnak a szeretetét, az országos futballcsapatának a szeretetét, akik mellett eddig mellettük álltál. Úgyhogy tehát ilyet fölösleges gyakorlatilag még gondolni is, hogy a szurkoló nem áll mellette, csak ugyanúgy, ahogy te is, én is, bárki, csalódottak voltunk azért, mert odaültünk a tévé el, és nem azt akartuk látni, hogy kikapunk 5-0-ra, hanem hogy Pariba vagyunk egy nagyon is jól fejlődő, soha nem gyenge német válogatott. Hát itt már valószínűleg az jön be, amiről itt érintőlegesen beszéltünk, hogy a komment huszárok, ahogy ugye Rossi is nevezi őket, aki egyébként érdekes módon azért elég szenzitív, tehát ő mintha ő figyelemmel kísérné, de akár név szerint, hogy Kovács Béla mit írt róla, és le is fordítatja magának, meg rögtön üzen is egy sajtótájékoztatón, hogy elképzeltem, hogy mondjuk német újságírók ezt úgy hallgatják, hogy most a Rossinak éppen melyik kommentelővel van baja. De hogy, tehát, hogy valóban ez egy nagyon kényes kérdés, hogy a játékos, az edző hogyan reagál a szurkolói véleményekre. Szerintem se lehet ilyet mondani, hogy na most aztán mindenki álljon mellé, mert különben nem vagytok velünk. Ez a csapat azért megtapasztalt, hogy az egész ország velük van, de ez is mutatja, hogy egy ilyen helyzetben kell igazán nagyon józannak maradni, ami azért nem egyszerű. Ugye Laci, ti a lelátón, és akkor itt akár a Vidiről is beszéltünk, mindig ott vagytok szó szerint a csapat mögött, ugye a kapu mögött, ez ad egy támaszt, de azért itt is vannak, akik jóval kritikusabban szemlélik most már nem elsősorban a csapat, inkább a klub tevékenységét. Ez mindig is így volt. Fehérváron már ezzel mondta Fehérvárt a példát, hiszen a főlelátóról mindig voltak azért ezek a bekiabálások, amik nem az a pozitív. De szerintem alapvetően pozitív lépkörül uralkodik most a Sóstri stadionban is, hogyha most már arra utaltál. Hát őszintén irigylem, és remélem, hogy ez a mi adásunk teljes szezonjában így fog maradni, de nem vagyok azért biztos. Nem, de, bocsánat, most csak egy aranyszabályt ne felejtsünk el, mindjárt visszaesetem. Egy aranyszabályt ne felejtsünk el, mindig ezt szoktam mondani a kollégáimnak is, meg bárhol vállalom is, hogy azért a szurkolók azzal, hogy megvették a bérletüket és a jegyüket, azt a jogot is megváltották maguknak, hogy ne csak szurkolhassanak, hanem a kritikájukat is megfogalmazzák. Egészen addig, amíg az a ma elvárt keretek között hangzik el, vagy íródik meg, teljesen mindegy, ilyen csúnya szóval. Tehát csak visszaadom a szót, annyi, hogy azért azt fogadjuk el, és mindenkinek azt tanácsolom, hogy joguk van kritikát megfogalmazni, nekünk pedig illik azt meghallgatni, nem csak akkor kell örülni, amikor dicsérnek minket, hanem azt is el kell fogadni, amikor kritikával illetnek minket. El kell tudnunk dönteni, hogy a kritikában van-e igazság, vagy nem ismerik ők esetleg egy adott történet minden részletét. És ez főleg a játékosokra értem sokszor sok esetben, hiszen már nem mindenki érti ugye a mai világban százalékos arányban, amit mondanak a lelátóról, de azért minden évben akad akár Sóstri is példa, amikor valaki szinte besértődik a játékos, és hú, mit képzelnek ezek magukról. Én azt gondolom, hogy igenis, hát neki kell azt a terret cipelni, hát tényleg ez füzetés kap rá, de az ezt sose felejtsük el, és ő neki ez a munkája is részbe, de ő mégis egy szórakoztatóiparban van valahol, tehát mégis egy KFT-ben, egy gyári soron, meg stb., ahol maximum, hogyha elrontok egy ilyen csavart, vagy bármit, akkor jön a főnök és lecsesz engem, vagy kifüzetteti azt, amit elrontottam, hanem itt azért kiszolgálok közönséget, szórakoztatóipar része vagyok, úgyhogy én azt gondolom, el kell viselni a kritikát, de
Bocsánat, hogyha most egy kicsit átveszem, én azt mondtam, én is kíváncsi lettem abban a tekintetben, hogy vissza egy picit a jégkorongra, hogy a meccs előtt vagyunk még, akkor én is kíváncsi vagyok, hiszen ha már szurkolókról beszélünk, az igazi nagy bemutatkozás az Alba Arénában és a csapat tekintetében igazából most fog indulni, hiszen jönnek ezek a BL meccsek, jön a Fradi elleni kupadöntő, stb. Pétert akarom megint erről kérdezni, hogy ösztönözzük még a nézőket, hogy akkor csütörtökre vegyenek még egyet, hogy áll a jegyértékesítés, lehet erről valamit ebben a pillanatban tudni, hogy most hogyan fog nézni ez a bemutatkozás. A jegyérték, köszönöm szépen a kérdést, és köszönöm, hogy egy kicsit. Ez így a fejemben volt eddig. Ezért hívunk olyan vendégeket, hogy a helyettünk tudnak kérdezni. Nem volt értelme a beszélgetés előtt, nem. Valóban tényleg köszönöm, hogy erről beszéltünk, és ösztönözzünk egyébként, igen, ösztönözzünk mindenkit, hogy jöjjön ki az arénába, hiszen ahogy a Laci mondja, csütörtökön és szombaton van a Bajnokok Ligája bemutatkozásunk, jövő héten aztán majd elindul a bajnoki rajtunk, bocsánat, a hétvégén, de azt egy idegen túrával kezdjük, és egy szuperkupa döntő van jövő hét közepén a Fradival, majd pedig gyakorlatilag a 27-én az Ice Age-ben az első hazai mérkőzésünkre kerül sor. Ezek már mind-mind olyan mérkőzések, amelyek azért színvonalában nagyon magasak. A Bajnokok Ligájában természetesen továbbra sem a hazai pálya adta magabiztos győzelmi esélyekkel lépünk jégre, hanem azért lépünk jégre, hogy megmutassuk magunkat, és megtegyük mindent azért, hogy ebben a két évvel ezelőtténél is sokkal nehezebb sorozatban egyébként mondjuk pontot szerezzünk, vagy valamilyen módon megadásra késztessünk egy ilyen szintű ellenfelet. Ezt szoktuk egyébként, szoktunk ezen egy kicsit így mosolyogni, hogy ugye kijött egy ilyen euró benchmarkja az európai kluboknak, és a magyar hoki történetben először egyébként a fehérvári csapat 100-on belülre került, 97-ek vagyunk ebben a rangsorban, ezért köszönet egyébként a szakmai stábnak és a játékosoknak, akik ezt a korábbi időszakokban elérték, és az ellenfeleinknek ezeket a számait, helyezéseit összeadjuk, az 84. Tehát a hat ellenfelünk összesen 84, és mi 90-ek vagyunk. Játszunk ebben a sorozatban az elsővel, a másodikkal, a negyedikkel, a hetedikkel, a 13-kal és aztán 40. Tehát ilyen csapatokkal játszunk mi, és ehhez kell azt vetni. Ez olyan, mint a futballban, tényleg a Real Madrid, a Manchester City, a Barcelona és a Bayern München jönne szembe. Hogyha az európai helyezéseket nézzük, mondjuk a Vidivel, vagy bármelyik magyar klubcsapattal egyébként. Tehát mi azért, tehát ezen a szövegen át várjuk egyébként, hogy visszatérjek a kérdésedre a rajtot. A bérleteladásaink nagyon szépen alakultak egyébként, ha már rákérdezték, köszönöm szépen, de még mindig lehet vásárolni természetesen. Gyakorlatilag a bérleteseink száma a mostani idejére már több, mint az átlag nézőszámunk volt a Raktár utcában a mérkőzéseken. Ehhez szeretnénk, ha minél többen vásárolnának jegyeket is. Nem tudom, hogy a szurkolóink mennyire igazodnak már a mai kor lehetőségeihez, milyen százalékban használják majd az online értékesítési felületeket, mert ugye itt az új arénában már gyakorlatilag folyamatosan és egészen a meccs napjáig online is lehet most már mérkőzéseket vásárolni, és ezek ráadásul nem drágábbak, mint a pénztárban megvett jegyek, tehát nem érdemes a pénztárra várni, nem lesz olcsóbb, hanem már úgy igazítottuk a tulajdonossal, a várossal közösen az árstruktúrát, hogy a jegyek akár online, akár offline formában árban megegyezzenek. Én remélem, a mérkőzés napon még nagyon sokan fognak jegyet venni, és én azt várom, hogy el tudunk érni egy 4000-es nézőszámot így elsőre legalább. Én mindig is azt lőttem be, szeretnék egy átlag 4000-es nézőszámot majd mire ez a szezon véget ér, hiszen az is már gyakorlatilag majdnem a megduplázása annak, ami a Raktár utcában volt. Hát és akkor ugye, hogy... Ehhez a csapatnak sikeres, szép, látványos játékkal és eredményekkel kell nyilván hozzájárulni. Ami ez nyilván jó segítség lenne, hogy tényleg minél többen lennének, úgyhogy biztatunk is rá természetesen. Annál is inkább, mert azért az Alba Aréna még mindig egy nagy újdonság, ott azért meg kell tapasztalni ezeknek a meccseknek a hangulatát. De nem engedem el azért a Vidi témát sem, Laci, amár itt vagy, és hát azért mindannyian figyeljük és szurkolunk, szóval... Olvasom én ezeket, hogy alapvetően tök optimista, máskor sokkal kritikusabb kollégám is, látom, hogy vannak a szurkolók közt is, akik azt mondják, hogy tök jó, ez egy fiatal csapat, mennek, nem pénzéhez zsoldosok. Ezért mondom, hogy oké, ki ne essünk a rendkívül szimpatikus csapattal.
amelynek ugye, ahogy Pető Tamás elmondta a klub honlapon, jelenleg nincs második csapata, tehát jelenleg se kölcsönadni, se rehabilitációba felépíteni a felnőtt fociba már elvileg beleérkező fiatalokat nem tudunk. Ez egy borzalmasan kemény kritika, kiesett az NB3-ból ugye a második csapatunk. És hát tele van fiatalok az öltöző, miközben most már 10 fölött van az elengedett zömében rutinos játékosok száma, és talán Tóth Balázs az egyetlen, akivel kapcsolatban mindenki úgy van, hogy abszolút megértjük, örülünk, sikert kívánunk neki, előrelépett. Elvitt az Újpest egy raklapnyi védőt, elment most már Krisztenzen a középpályáról, elment Sőn, aki szélsőként, védőként, támadóként, elment egy góllövőnk Karamokó. Én nem tudom, nem mondom, hogy ezek a játékosok pótolhatatlanok. Rettenetes kérdés van bennem egyrészt abban, hogy tényleg rutinban mire lesz képes ez a csapat, a másik pedig, hogy mit akar a klub tulajdonos valójában jelen pillanatban. Itt most egy ilyen nem tudom, skandináv mintára új útra lépő fiatal tehetségeket menedzselő klubba elépül, vagy eladunk mindenkit, akiből két fillér bejöhet, aztán majd lesz, ami lesz. Hát, hogy mit akar a tulajdonos, azt ugye tőle kéne megkérdezni, de azt elég nehéz, mint tudjuk. Viszont a jelen helyzetet, azt mondom, a bármi van benne. Tehát a minden és a bármi. Tehát, hogyha a jelenlegi első pár meccsből indulok ki, akkor a középmezőny valahol azt tűnik nekem reálisabbnak, de hogy benne van sajnos, hogy akár még ettől rosszabb is lesz, de benne van a tavalyi meglepetés is, hogyha kijön a lépés. Hát egyelőre jól húzunk, tehát jól kezdtük a bajnokságot. Én azt gondolom, hogy a távozók közül tényleg föl lehet állt egy prioritási sorrendet, hogy ki az, akiért nagyon fáj a szívünk a Tóth Balázsba, azt gondolom, közösen megegyezhetünk, sőt az elmúlt időszakban Sőn Szabi volt szerintem, aki még egy nagyon stabil teljesítményt nyújtott, de a 10-ből legalább 5 volt az, akiért fájt a szívünk, a másik 5 az a futottak még kategória igazából, és azért érkezett egy-két játékos, jó, nem ilyen néven, nem ilyen kategóriába, de alapvetőleg kezd, meg ne felejtsük, hogy mindig azért Kalmárt idehozom, hogy az már régóta hiányzik a csapatból, és lassan-lassan talán visszatér, reméljük, hogy abban a formában, hogy eddig, hiszen azért ő egy válogatott játékosunk volt, az előbb erre is célzott Zoli, hogy ugye, mikor látunk velünk Fehérvári, tehát Fehérvárit látunk a válogatottban, de mit Vidi játékost, az lehet, hogy még Kalmár lehet, ki tudja. Én optimista vagyok, mint mindig mondom, és az a jó, hogy nincs elvárás. Tehát, hogy a szurkolói része, hogy a lélektan mondja, szerintem az, hogy most mindenki tisztában, kb. A tavalyi bajnokságban is így futottunk neki, hogy nincs elvárás, nincs magas ló, ezért minden sikernek tudunk örülni. Tehát kb. Így legrövidebben ezt tudom összefoglalva. Hát ez egy hálás dolog lehet akkor tulajdonképpen mindenkinek. Kritikával, vagy kritikától innentől kezdve nem kell tartani. Én azért tartogatok kritikát őszintén, szóval nem egy véletlenül is a fiatal játékosokra, meg nem is egyébként NB1-es szinte rutintalan edzői stábra, aki biztos, hogy mindent megtesznek. De én azt gondolom, hogy azért a fehérvári lehetőségekkel, és itt most akkor nem kell feltétlenül a 10 évvel ezelőttit idehozni, tehát nagyon szeretném látni azt a koncepciót, hogy ez valóban milyen koncepció. Tehát, hogy egy klubtulajdonos, akinek elvileg pénze van az egyesületben, jelen pillanatban kiárusítja azt, vagy pedig új alapokra helyezi, de erre most erre vonatkozóan maximum találgathatunk. Hát én is csak azt tudom mondani, én is próbálok mindig ugye pozitívan viszonyulni a dolgokhoz, és akkor viszonyuljunk pozitívan ahhoz, hogy azért árulják a játékosokat, hogy ugye a szponzor távozása után gazdaságilag megerősödjön a klub valamilyen szempontból, ez valakinek jó lesz, valakinek nem lesz jó. Nyilván a játékosok nem pótolhatatlanok, hiszen egy kapus elmegy, jön helyette egy másik kapus, meglátjuk, hogy fog beleilleni ugye a képbe. Dala Martint ebből a szempontból egy kicsit sajnálom, hiszen ő jó teljesítményt nyújtott. Most nagyon remélem, hogy nem biztos, hogy a Pető, nem biztos, hogy a helyére. Azt akartam egyébként mondani, hogy nagyon remélem, hogy a Pető Tamás jól fogja elosztani a kapusokat is, hiszen két hasonló képességű kapust nem lehet nyilván ültetni a padon, ezt valahogy majd bizonyára el fogja osztani az edző. És az, hogy nincs elvárás, és tavaly se volt, és ezt ugye tavaly a tulajdonos is kimondta, mégis majdnem meg lett a harmadik hely, ugye negyedik lett a Vidi tavaly. Azt hiszem, hogy azért valahol, és ebben biztos Laci is egyetért, azért ott a dobogó környékén mindenképpen számít az ember arra, hogy el leszünk ezzel a csapattal, akik nem biztos, hogy rosszabbak a majd játékerőben, játéktudásban, legalábbis gyakorlatilag, ha még papíron úgy is látszik, de az előző garnitúránál. És ugye borzasztóan gyenge magyar bajnokság, tehát itt kapcsolok vissza erre, hogy ugye oké, hogy nálunk most változás volt, és a magyar válogatott egy picit visszatérve erre is, ha megint kereteket nézek, hogy hány top magyar játékos van, és hány német top játékos van, úristen, hát óriási a kontraszt. Ugye itt is majd ki fog derülni, az, hogy
van-e abban a nagy igazságnak mondott dologban valami, hogy egy lelkileg egységes, egészséges önbizalomtól duzzadó öltöző alacsonyabbra értékelt játékosokkal többre képes-e, mint egy szétesett öltöző úgynevezett sztárokkal, akik az anyátokat böngészik és nem az edzéstervet. Majd ki fog derülni? Hát azt hiszem, erre már sokszor válaszolt a sport, és ebbe bízhatunk, hogy valóban most akkor legalább szellemében, mentalitásában egy jó csapat van a fehérvári öltözőben, és ha ebből még jó eredmények is lesznek, annak természetesen mindenki fog örülni. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, nagyon szurkolunk a hokisoknak. Akkor, köszönjük hogy a héten szépen, ez a... és várunk mindenkit a meccseken. Így van, a két újabb Bajnokok Ligája mérkőzés jól sikerüljön, a magyar válogatottak is természetesen a Nemzetek Ligájában, a tanulságokat pedig majd a jövő héten kibeszéljük. Még egyetlen gondolat, mert méltatlan lenne, hogy ugye a női kézilabda bajnokság elkezdődött, és az Alba Fehérvár KC szerintem egy régen várt bravúrral, győzelemmel nyitotta a Vác legyőzésével. Úgyhogy még az is lehet, hogy ott is alakul valami kellemes meglepetés ebben a szezonban. Fogunk erről beszélgetni. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.